Szép napot kívánok! Kedd délelőtt Horváth Riad polgármester virágcsokorral és emléklappal köszöntötte 60 város 95 éves szépkorú lakosát, Koszó Vilmos Lajosnét. Az idős hölgy családja és szerettei körében ünnepelte a méltóság teljes kort, aki szívesen és hosszan beszélgetett a városvezetővel is. Koszó Vilmos Lajosné Edith néni 1923. október 10-én született Budapesten, de 3 éves korában 60-ba költöztek, és egész életét abban a házban töltötte, amelyben jelenleg is családjával lakik. 2 gyermeke van, 3 unokája és 2 dédunokája. Mint mondta, élete legszebb korszaka az volt, amikor gyermekeit nevelhette, de viccesen megjegyezte, nem tudja, mikor volt boldogabb, amikor gyermekeire koncátlankodtak, vagy amikor jól viselkedtek. De mint fogalmazott, a lényeg az volt, hogy szeretetben és egészségben nevelték őket fel férjével. A szépkorú hölgy beszámolt arról is, hogy a család mellett mindig sokat dolgozott, üzletvezető volt egy élelmiszerboltban. Nyugdíjazása után aztán új 60-ban nyitott egy ruhabutikot, ott egészen 76 éves koráig aktív és tevékeny volt. Szerettem dolgozni, aktív lenni valahogy, nem tudom mi, de nem tudtam elfogadni azt, hogy én már megöregettem, hogy nekem már nincs erőm, hát ez nem létezik. És mindig próbáltam okosan, jól gondolkozni, hogy aztán sikerült-e mindig, ezt nem tudom. Biztos követtem el sok baklövést is az életembe, de hát azt is el kellett fogadni. A szépkorú asszony hozzátette, minden az élethez való hozzáálláson múlik, és az akaraterőn. Anyuka, én is nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű születésnapot kívánok neked.